amikor ezt az interjút, elég nehéz volt mindenfelé, minden, vagy elég sok dolga volt, és az volt az érzésem, hogy ha én mondjuk 10 évvel ezelőtt hívom magát, vagy 15 évvel, vagy akármikor, akkor is ez lett volna. Tehát, hogy, hogy, hogy azt éreztem, hogy mintha mindig ugyanez a pörgés lenne az életében. Hát nem tudom, szerintem 15 évvel ezelőtt nem is talált volna meg talán. Az is lehet, ha már nem. Volt egy korszak, egy elég hosszú korszak a rendszerváltásig, amikor gyakorlatilag szinte nem is voltam, csak rohantam innen oda, amoda a gyerekem ölembe, úgy tanultam még a szerepet is, szóval ez egy nagyon-nagyon fényes korszak volt, 28 előadás egy hónapban, borzasztó. Egyébként volt, amikor nagyon megterhelő volt, hát film volt, akkor rádió, tévé, szinkron, meg mindenféle. És aztán volt egy korszak, amikor a második babám született, és akkor ott egy kicsit volt egy kihagyás, és akkoriban úgy nehezebben is történtek a dolgok, megszűnt a művész színház, szóval volt egy csomó-csomó probléma, és uh, lekopom a fa fejemen, hogy, hogy most eléggé sok-sok minden van, de ezt nem merem elkiabálni se, de volt, amikor most is, ha Egyébként, ha ráérek, mondjuk két-három hétig, vagy volt egy hónap, akkor végem van. Akkor csinál, vagy valamit csinálnom kell, mert akkor megbolondulok, hogy nincsen dolgom. Tehát akkor közben, ez, műk ez működteti, hát vagy ez szajt működ. Igen, de közben ha sok van, akkor meg barom ideges tudok lenni, hogy na most le akarok ülni, most nem akarok semmit se csinálni. És akkor az így, ez a kettő így, így ez tart életbe, gondolom. De könnyen egyezteti ezeket, vagy könnyen organizálja, hogy még a, egy interjú, egy hangos könyv, szerep, film. Ráadásul például jövő, vagy a múlt héten nagyon sokszor ment vidékre, hogy tájolni. Igen. Ő nem, ez nagyon jól van beosztva. Tulajdonképpen addig nincs is velem baj, amíg mondjuk egy rábált úgy tudunk felvenni, most csináltam a hangos könyvet, a házi murikat, hogy volt egy egész szabad hetem. Ez zseniális volt. Előtte hát egy minden nap. Koncentrál. Abszolút. És akkor az zseniális. Akkor utána jöhet egy másik dolog, hogy utazunk sokat. Most ez a hét ez azért van egy picit össze-vissza zavarodva, mert most vidékre is megyek, Pesten is van hmm. dolgom, javítottuk most, onnan jövök a, a hangos könyvet a kis hibák, a szörcsögéseket, meg, meg, korgásokat. korgásokat igen. <laughs> és, és közben édesapám most kórházban van, a jövő jön haza. Tehát ezek úgy, úgy, összeadódnak. Közben a fiam szeretné elvinni az autót, hogyha hazaérnék időbe, akkor el tudna menni. Szóval így, így, így össze-vissza vagyok ezen a héten. De nem baj, bírom a strapát, mert ma nincs előadásom, meg holnap, és akkor összeszedem az agyamat. Elfárad? Hát attól függ, hogy van előadásom. Baromi fáradt tudok lenni, ha semmi dolgom nincs. Akkor vagyok a legfáradt. Akkor nem bírok felkelni, de hogyha valahova menni kell, mert most például elkezdek az Szkénébe dolgozni Ő jövő héten. Ez is egy olyan jó pufa dolog az életemben, hogy én még sose dolgoztam ott, és egy kortárs-bolgár darabot fogok, Király Attila fogja rendezni. És most ott van a példány, és szeretném azt olvasgatni, mert mert nagyon érdekes a szerep, nagyon sok a szöveg, nagyon kevés az idő. Utána kezdek az új színházba próbálni, majd ez egy zenés, az egy másik probléma körömben, majd megyünk vidékre is, meg nem tudom. Közben fel, át, átvisszük a Sérpiknik című darabot, átvisszük a belvárosi színházba, annak is így vasárnap lesz próbálja, hogy nem. ott hogy tudunk megélni a színpadon. Tehát ilyenek vannak. De már aggódom, hogy mi lesz ősszel. És nagyon remélem, hogy nyáron folytatjuk az Átok tévéfilmsorozatot, tévéfilm sorozatot, amit most csináltunk nyáron, mert kilenc részt, mert hát hát, hogyha folytatjuk, és akkor, akkor már egy picit megnyugszom, hogy jó, de rendben van, és akkor lehet nyafogni, hogy jaj, de jó lenne ott lenni kicsit. Van az a, a nem is tudom, tehát színházi közhely, amit egyébként például maga cáfol meg, hogy, hogy egy bizonyos kor fölött a, nem tudom, a drámaírók vagy a színházak nem kényeztetik el a, a, a De ez igaz? Persze, Van, igen, de nyilvánvalóan vannak azért ellenpéldák, nem tudom, Tornai Klárító, Kopi Én is Igen, igen. Ezt mondtam, hogy aki a legtovább él, és a legtovább egészségesen tud maradni, és képes dolgozni, a végén ő marad egyedül, és minden őt hívják. Tehát igen. Azért, hogy, ez ja, hogy ez egy ilyen túlélési verseny. Igen, de maga azért is meg, vagy ezt meg, mert nem, nem csak, hogy fiatal rendező gondolkodnak, most, hogy pont Például említette a kénét ami abszolút egy ö, alternatív közeg, de fiatal filmrendezők is, tehát a kocsonástól, a. Igen, a, a, a pánik. A... Keresztül igen, a Para, a... de hát ez nagyon reménylem is. Hát én ezt nagyon szeretem. De akkor ez hát... a közöny megdől? Hát lehet, hogy azért összejön, nem? Lehet, hogy megdőljön. Én nagyon, nagyon szeretem. Nagyon sok fiatallal dolgoztam így, így, és és az a legjobb benne, hogy, hogy ő. Úgy tudunk beszélgetni, most így beszélgetünk, nem? Nem, szóval nincs, én megbolondulnék, hogyha most ilyen tisztelet tudó kérdések vagy valamik lennének, mert hát hiszen ezt mindig is mondom, és így is érzem, hogy az ember lelke az az illikó. Az, az ugyanúgy beszél ki belőle, mint 26 évesen. Tehát az ellen nem tudok mit tenni, viszont ha dolgozom, erre szükségem is van. Hmm. Hogy nyugodtan szóljon rám, ha valami nem jó. Nehogy már tiszteletbe tartsunk valakit azért, mert elmúlt ennyi meg annyi, amit úgy is utálok, de ez egy másik kérdés. <laughs> ez nagyon nagy hiúsági kérdés. Hát ez egy paromi nagy hiúsági kérdés, mert az velem nem, mindenki megöregedett, de velem de nem. ez nem fordult elő. Hogy lehet ez? Szerintem ezzel mindenki. Ez igazságtalan. <laughs> ez nagyon igazság, igen, de azért velem lehetett volna egy kicsi kivétel. Ezt ezek a, az ifjabb rendezők amúgy respektálják is, amit most ám mondani. Abszolút. Hát baromi jókat dumáltunk, de akár a szexsopos jelenetet, meg mindent. Tehát azt én, én besírtem el, hogy ez hogy kéne az Egri, Márta vagy mi. Hát ez abszolút. Hát hogy de csak úgy lehet dolgozni, hogyha, hogyha ugye én pillanatnyilag mindenki a saját pillanatnyi állapotából, lelki és, és mindenféle állapotából tud fogalmazni a színpadon. Tehát én nem akadhatok le 30 évvel ezelőtt, és akkor abból fogalmazok, hanem most. És ahhoz, hogy most mindenféle dolog rezdülés ki szakadjon belőle, hát ahhoz most nagyon kell tudni úgy beszélni, mint hogyha a két 20 éves beszélgetne. Mert különben akkor mi? Akkor marad egy ilyen szobor, vagy hogy? De akkor itt már ott tartunk, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy hogy színesek legyenek a szerepeim, Most ezt úgy értem, jó persze, úgy értem, hogy, hogy változzon, tehát változzon a színpadon, változzon a, a, a filmen. De igen, de ha nem így lenne, akkor biztos azt fogalmaznám meg. Ja, hogy miért nem? Hát most nem tudom, vagy, vagy lehet, hogy nem vágynék rá. Ezt nem tudom, amikor a Vix eljöttem, ami életemnek a legnagyobb álma volt, és tíz évig ott voltam színésznő, akkor mindenki a mai napig szokta, ezzel szokott egy kicsit bántani, hogy miért kellett eljönni, mikor ott micsoda lehetőségek lettek volna. De már én akkor úgy éreztem, hogy, hogy olyan nagyon biztos helyen voltam, és akkor halt meg szegény Éva, Rutka Éva, és várt egy csomó olyan dolog, amit eljátszhattam volna. És én meg úgy éreztem, hogy én nem akarok még egy talapzaton állni, és előttem a, a vasredönt lecsukják, hogy most már akkor én királynő, meg ez, meg az, meg minden, mert az mindig is sokat játszottam, nem nagyon szerettem. Szerettem volna kipróbálni alternatívabb dolgokat, ezt most komolyan mondom, uh -huh. hogy ha, hogy tudok tornacipőbe, vagy mezitlá próbálni, vagy minden felé elindulni, hogy, hogy ne álljak meg, hanem nincsen, nincsen cél, hogy az a cél, hogy eljussak -e eddig a szerepig, azt akkor nem. Tehát, hogy kicsit kitörni ezeket mindig, a mindig a abszolút, falakat. minden. De úgy, hogy azt, hogy a kőszínházban is eljutni egy ilyen szintre, de. hogy hogy lehet a legtermészetesebben, a leg, nem tudom, a legbensőmből fogalmazni. Akármilyen műfaj az, hogy akármilyen a, a rendező, hogy, hogy de akkor is a legmélyére eljutni addig a pontig. Van egy pont, ugye, hogyha meghalok a színpadon, akkor azért a szervezetem tudja, hogy nem haltam meg, de minél jobban megközelítem, annál rendkívüli tud lenni egy pillanat, vagy egy alakítás is. Hogy hol van az a határ, az a, azt szeretném döngetni folyton. Ezeket a, mert ezek gondolom azért ösztönös dolgok voltak magában, de ezeket már, vagy mindig átgondolta? több többnyire ösztönös lény voltam egész életemben sajnos, és nem annyira tudatos. Hogyha a több tudatosságban van bennem, egy picit azért annak jobban örültem volna. <laughs> és talán most már egy picit bölcsebb vagyok, és ez egy kicsit segít, hogy így hogy így, de ez, ez nem gondol, nem, ez mindig a partnertől, rendezőtől függ, hogy ő milyen gombot tud megnyomni, és akkor egyszer csak kinyílik egy világ. És akkor, akkor az egy nagy szerencsével sikerül. Ez filmen is így van, hogy van olyan jelenet, volt olyan a szenvedélyben, vagy bármelyikben, Fehér Gyurinál. Reggel kilenctől mondta, hogy este vesszük fel, fél egykor vettük fel a jelentet. Én fél egyig azt hiszem, hogy háromszor meghaltam, hogy ez most hogy lesz, vagy mind lesz. Éjszaka, egy fél egyszer, egykor. Éjszaka. És reggel kilenckor, igen, hogy ezt ma felvesszük. Egész napos. Gyom... Közben csináltunk kisebb dolgokat, amik úgy körülötte voltak, de magát az erő, megerőszakolási jelenetet az asztalon, azt éjjel is. Minden sötét volt, be volt deszkázva az ajtó, derzsi János, János. Igen. Hát én azt hittem, hogy meg... És csak a jó Jóistenre támaszkodhattam, hogy, hogy ad-e nekem egy olyan kapaszkodót föntről, föntről, vagy fölfelé, vagy nem tudom, amit még nem csináltam meg, ami még nincs elsírva, ami még nincs, tehát nem nevettem még el, nem sírtam még el, hogy azt régen a Fehér Gyuri mindig mondta, hogy nem lehet elnevetni az összes mosolyt, meg elsírni az összes könnyet. Kell hagyni tisztát, új, új kis rezdülése, új idegpályácskákat. És hát Istennek az sok van, úgy látszik, és akkor megtörtént a csoda, és amikor az ember belül érzi, hogy, hogy, hogy megszűnt ő, 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 önmaga lenni. Akkor hanem, ez nem tudatos volt, tehát akkor, nem, ezek so, ezt, akkor az ösztönösségével nyert. Az, de, hát igen. azzal, mert a Gyuri nagyon is jól ismert, vagy a Grünvalszki, ők tudták, hogy nálam ilyen gombokat, hogy megtalálni azt a pontot, ahol én így egyszer csak így, és akkor kinyílik az egész. De hát ez mindig, mindig rezek, hogy vajon képes vagyok-e még? Még egyszer. Mert más a színház, mert a színházban lassan kell összeadni a dolgokat. De ott meg akkor is örökre. Nem, de ott meg kell teremteni az idegpályához vezető utat. És hogyha azt sikerül a próbákon megtalálni, akkor már csak azon mindig járni hmm. kell. És azon belül persze még mindig vannak kisebb kis rezdülések, kis ideg végződésecskék, amik, amik még bomlanak, bomlanak, de akkor megvan az út. Akkor már nem kell úgy félni, mert tudom, hogy ha belépek, oda fölnézek, oda lenézek, hogy az mit jelent, hogy ott veszem észre, és akkor megszólal. Tehát össze kell rakni minden egyes Aha. mondatnak a helyét, meg a néma gondolatoknak a helyét. Ha ezt leegyszerűsítem, akkor igaz az, hogy, hogy azért izgul, mondjuk, ha izgul, hogy, hogy mi van, hogyha az, amit említett, ez az, az isteni szikra esetleg nem jön? Igen. Az egy nagyon nagy, nagyon nagy kérdőjel belül. Egy iszonyú nagy senki nem tud segíteni. A magányok egyik legnagyobbika. Mert a magányban az ember megszületik, akkor is magányos, mert ő születik meg, amikor meghal, magányos, hiába vannak körülötte, mert neki kell meghalni. És ez ugyanolyan születés, meg halál. Ugyanolyan. Hiába van ott a rendező, hiába bíznak a partnerek. Mindenki ott állhat, de ez, ez egy nagyon nagy magányosság. Egy picit a partnerebben segít hál' Istennek, hogyha, hogyha össze tudunk találkozni. Mert akkor az ő, ő is ad valamit, amit én tudok magamévá tudok tenni, az is nyit valamit, akkor vissza tudom adni. És akkor, hogyha jó a partner, akkor ez egy nagy csoda szintén. Hát csak úgy, mint egy beszélgetésben, nem? Igen, igen, igen. Ad meg, vesz, de azért ez, tehát akkor az, hogy ez nap mint nap, hétről hétre, hónapról hónapra. Ez, ez az emberek az idegrendszere kuszálódik, és azért aztán idősebb korában azért már türelmetlenebb vagy azért már nem akarja minden nap. Ezt a tab mondta, hogy egy színész mondja, erőszakoljátok meg magatokat, mert mindenki, aki reggel felkel, és megint be kell jönni a szín. most a színházról beszélünk, mm. nem a filmről, az egy más felkészülés színházba, és mondjuk ismétlünk egy jelenetet. Úgy a szervezet azt mondja, hogy ne, mi szeretnék most pihenni, most szeretnék most még egy kávét, hogy még mi... nem, muszáj még nagyobb erővel mm. áttörni azt a falat, hogy, hogy tudjak haladni. De de közben meg azt gondolom, hogy ha valaki úgy erre született, akkor ez úgy egészséges is. Tehát hát nem tancolok ilyeneket. Nem, nem úgy természet, nekem az. Tehát, hogy ez játék. Azt nem szabad elfelejteni, hogy ez játék. És az agyba, a szívbe valahol ott van, hogy hát játszunk, most azt játszunk, hogy. De a játék öröme, az szerintem, amit leépít a szervezetből egy ilyen idegi dolog, azt vissza, visszapakolja ez a dolog, hogy játék. Talán. Reménylem. Bár azért a játék, az vélesen élesen komoly dolog, nem? legalábbis hát én vélesen, nekem például. Akkor, akkor az, Igen, a végjátékban is ez ugyanez. Teljesen mindegy, hogy mit. Csak mondjuk vannak nehezebb is, vannak könnyebb, könnyebb előadások. És néha jó, hogy van olyan kisebb. hogy aznap akkor nem kell, hogy. Nem kell az egész előadást a várni. Nem kell, venni, úgy, hogy... igen, Hát vagy nem is az egészet, vagy még a sírpiknikben vagyunk három nő, egymásra vagyunk, Utal, meg Gáfi Laci, meg van még, már, persze, még van szereplőnk csak az egy kicsit kisebb, de ez a három nő, ez végig, és akkor azon belül is, és ott is az az érdekes, hogy egy ilyen úgymond vígjátékban, ahol nagyon sok bőr lesz elem, és minden van, hogy abba megtalálni azt a, azt a tördöfést a szívbe, amitől lent a nézőtére nem csak egy ilyen ha ha ha, -ha" hanem hogy önmagára ismerő, is, és is, ez, ezt a fájdalmat ő is felismeri magában is. Az annál jobb nincs, mikor lenézek a tapsnál, és könnyes, mosolygó arcot lát, hát az nagyon jó. Meg <laughs> akkor... hát a vicc is akkor vicc, nem? Hogyha aki csinálja, vagy a színész, aki csinálja, az amúgy ö, bizonyos komolyságból teszi. tehát úgy hát, jöttem, hogy a, Na, a... de hát a munkához való viszonyom az a legnagyobb komolyságot követeli. Mm. Kivéve amikor az ember egy mm kivéve, amikor az ember egy kicsit rosszalkodik. Ez nem... Igen, ez nagyon érdekes, hogy én, aki gyűlölöm a rosszalkodás színpadon, néha úgy belenézek a partner szemébe, és akkor látom, hogy, hogy... szegény Vas szoktam. Valami csinálok, amikor engem a közönség nem lát, de nem, ezt nagyon utálom. És ez de magamnak, de egy olyan helyzetbe csináltam, amikor, amikor nem, nem volt ez necces. Na, de, de én nem ki, fogom az a kis a kisördög, mert néha ott van a kisördög, hogy kicsit, nem tudom, a személyesség kijön, az exhibíció, borzasztó, de hát igen. Most eszembe jutott, hogy a, a szóba hoztuk a beszélgetést is, hogy tulajdonképpen, hogyha helyet cserélnénk, vagy itt ülne, akkor is kényelmesen érezné magát, hiszen csinált ilyen beszélgetés műsorokat ezt a Púder címűt, ugye? Igen, de ez nem biztos, hogy nekem az sikerülne ott ülni. Nem biztos, mert, de... Mert arra, jó, hát rá kell arra állni, tehát tulajdonképpen valószínűleg, hogy el tudnék jutni odáig, de a beszélgetés, ott is azért mi arra felkészültünk. Tehát ott előtte már egy héttel vagy két héttel a témákat... Júli, azt kitűzte a, a témákat, oké, hogy most miről beszélgessünk, körülbelül. Persze arról is lehetett beszélni, hogy az most jó vagy nem, vagy mi, tehát közösen, de aztán mindegyikünkkel külön összejött, elmentünk hozzá, vagy elmentünk egy jó ebédelni is, és ezt a témát körbejártuk, hogy ott is megtaláljuk saját magunkba a múltunkból azt a rendkívülit, itt, vagy amit hallottunk, vagy ami velünk történt, csak utána összejöttünk minnyáján, és akkor újra átbeszéltük. Tehát azért már mi körbejártuk ezeket, vagy elmentünk orvoshoz, plastikai sebészhez, hát sok helyre jártunk mi, és, és aztán engedtük egy, és akkor is még egy fesz, volt egy, egy druk, hogy ez most hogy jön ki, hogy elhallgatja a másik, hogyha én most mikor szólaljak meg, van -e ott hmm. egy kis rés, vagy hát ezt maga tudja. Mikor hagyom abba egy picit, hogy lehessen kérdezni. De ugye azt is mondta, vagy azt olvastam, ha, ez, ha, ha jól olvastam, hogy például nagyon szívesen csinálna olyan ö, interjúkat, mondjuk színészinterjúkat, például, amit én most csinálok éppen ö, olyan nagy színészekkel, akikre esetleg mondjuk ebben a, nem tudom, hogy fogalmazott, de valami olyasmi, hogy ebben a nagy ilyen bulvárfény éppen nem esik rájuk. Igen, ez volt, ilyen, volt egy ilyen vágyom, két vágyom volt, két beszélgetésem volt de nem mondom el. el Egyiket elmondom, másikat nem. Mert az nekem a lelkem közepén van, és azt egyszer lehet, hogy majd átadom, de az egy olyan titok az lett volna a, a címe, és az arra, arra nagyon készültem volna, de annyira egy-egy emberrel beszéltem volna a házasság, és a bomlás, és a, és a nevelésben való dolgok. Na mindegy, nem mondom el, mondom, nem mondom el. A másik, mert ez egy személyes lett volna, hmm. Bara Margit lett volna az első beszélgető partnerem, de én nem látszottam volna, tehát ez nem ilyen beszélgetős de lett értem. volna, csak ülni egy diófa alatt, és a kamera megy. Érdekelt volna a férfinő kapcsolat, hogy mi az a titok, amitől együtt maradnak, mi az, amiért érdemes lenne. Szóval egy olyan boncolósos lett volna, de szerintem az, az még nem játszott le annyira talán. És a másik az az lett volna, amiről beszélt, hogy azt tudjuk, hogy a Julia Robertsnek milyen színű a fehér nevűje, de azt azért nem tudjuk. Most már talán egy kicsit nyitottabbak vagyunk, hogy egyébként e, magyar színészek, színésznők hol tartanak mondjuk, akár 80 évesen is, akár nem tudom, hogy... Tehát mindenütt, ahol magyarul beszélnek, találni embereket, ez egy tím kellett volna, meg egy, egy olyan nem is tudom, hogy hívják azt egy olyan autó, amiben rögtön vágni lehet az anyagot. Mm. Tehát, amit, amit rögtön össze lehet, hogy nem más mondja meg a valamelyik tévécsatorna, hogy milyen legyen, milyen színű legyen, szagú mm. legyen, ízű legyen, hanem én csinálok valamit, és akkor utána összevágjuk és eladjuk, megpróbáljuk eladni, ha valakinek kell, vagy odaadni, nem tudom, hogy ezt eladni, hát nem, gondolom, nem árultuk volna a piacon. Hát, hát így. És akkor gondoltam, hogy csak nem talál, ennek nem találtam a formáját. És én ez egyedül kevés is vagyok. Fel kellett volna tárni az összes lehető létező helyen levő színészeket, színésznőket, felkeresni őket, és adni nekik negyed órát vagy fél órát. De hogy ne az legyen, mint szokott, hogy. és akkor most ő elmond egy verset, és akkor beszélgetünk. És ennek a formáját nem találtam ha. volna meg. Tehát itt, itt el, el is akadtam ebbe. A másikban nem, de itt ennél. Nem. Még ezt sem vesz veszed, ele, nem? Hát ki tudja. De most már talán úgy látom, hogy lehet. Tehát azért most már sok emberrel találkozom, akár Erdélyből, akár szóval most már egy kicsit úgy azért úgy a de. magyar lakta területekről több az információ talán. De egy Julia Robertson hogy mindig jóval több. Vagy a bugyjáról. Hát igen, hát a, de mindenféleképpen. Tehát én nekem már az is egy fájdalom, ugye, hogy mi színészek, hogyha itt most meséltem, hogy a lelkünket hogy kell odaadjuk, hogy hmm. ezért mondjuk minket, hogy vizetnek, vagy egyáltalán erről nem akarok beszélgetni, de közben ugyanez a celeb szakon az hát emszer, szóval hát ott jól meg lehet élni. És aki nem azt választja, nem így vitte az élete, hogy oda kerül, és különböző műsorokban ottan nagyon helyesen lehet viselkednie, az, az nem járt jól. A lelkem jól járt, de anyagilag nem például vagy mert nézettségben sem, vagy népszerűségben sem mondom, mert azért, akik szerettek, azok úgy érzem, most is szeretnek. Tehát úgy. Csak ott kint azért tetszik nekem, és csak azért is mondom, mert nagyon sokat szinkronizálom ezeket a nagyon híres színésznőket kint, hogy, hogy ott valaki elkezd, egy, akár a Giulia, de bármelyik, a Meryl Streep, vagy bár, most éppen a Helen Mirren szinkronizáltam, és az ajtó jön. Ö, ők elkezdenek színésznők lenni 20 évesen, és a közönség hát minden nap ugyanúgy telik neki is, mint aki nézi. És ugyanúgy idősödnek ők is, mint a színésznők, vagy a színészek. Igen. És ők szeretnék látni őt minden nap, tehát ott, ott erre odafigyelnek. Ak egy idősek vagyunk minnyáján, sőt, a Virna Lizi az tizenével idősebb. És most szinkronizáltam be 20 részt. És hát abszolút nem. Ez nagyon gusztusos nő. Biztos, hogy van, meg van segítve ezzel, azzal, amazzal, de nem rosszul. Tehát hmm. egy, nem egy 20 éves nő akar lenni, hanem a nagymamát játszik. Csak gusztusos, jó ránézni, jó haja, ki van találva a hajszíne, van neki pasi, van neki férje, lesz neki ott van. Akkor unokái vannak, gyerekei vannak, tehát nem akar ő 30 éves lenni, hanem a saját korában játszik, de mondjuk kortalan, vagy a Catherine Dönövöt szinkronizáltam nem régen. Mit mondjak, ezek mind olyan, olyan olyasmi, olyasmi korba vannak, mint jó magam. Egyik kicsi, két éve fiatal, másik tíz éve idősebb, de mégis mondjuk ötven felett na, és akkor nagyon kedves voltam önmagamhoz. volt. Hát ötven is a halál közt azt szoktuk ezt régen mondani. És egyáltalán nincs szó a koráról a filmben. De nem kortalan, egy idősebb nő, de van neki is élete, van férje, van, és nem is tudom izé mi lesz ő ilyen polgármester, vagy és arra ottan szavaznak meg, jönnek meg, és teljesen rendben van, nem is jutott eszembe. Hát tudomány vagy, de nem érdekes a történet szempontjából. És ez nálunk nincs. És ez nekem rossz. Vagyis, hogy úgy rosszul esik. Hát persze, mert nyilvánvalóan, hogyha nem a mert maga nem a bulvár útját választotta, de ugyanakkor még se tudja elkerülni, ahogy én például láttam, vagy néztem az szóló cikkeket. azért melyikeket? Hát teljesen mindegy egyébként, de lényeg az, hogy nem az volt a kérdés, hogy mit játszott tegnap, vagy nem arról írtak, vagy hogy pláne, hogy hogyan, hanem hanem olyan dolgok, amik sajnos, hát ez ez van. Tehát ha maga megpróbálta elkerülni, akkor se sikerült teljesen, még hogyha ennek nem is. engem úgyta megvádoltak, ugye most Beszélni. Nem, ja, nem azért, csak arról is lehet beszélni. Ja, ez a, csak, ja, az, igen, hogy, az, én, hogy a, a vesztegetés, a vesztegetés igen, ez a szilágyi műsorában. Igen, igen és is. én hülye, rá, aki akarta, nézte, hiszen én csevegtem ott egy történetet, te elmeséltem egy történetet. és Még ott vicceltek is velem a többiek, hogy a szavér, hogy na majd az ügyészségen találkozunk. És egyszer csak, <laughs> és és egyszer, hát, és, hát ez egy olyan világ, komolyan mondom, egy, egy borzasztóan kellemes ember fogadott ott, egy fiatal ember, de nem tudtam így beszélgetni vele. Én persze szerettem volna, ilyen, ilyen, hogy valami emberi kedves viszony alakuljon ki, de az ügyészség az nem arra szól. Ugye nem arról szól, hogy én ott... De ennek ellenére éreztem, hogy egy emberrel ülök szembe, és tényleg nem volt semmi következménye, és hiszen nem történt semmi, csak az volt a baj benne, hogy hogy a, ezek a sztárbulvárlapok, ezek elkezdtek erről írni, és már kész volt a cikk, még meg se kérdezték, hogy van-e ilyen ügy. Tehát már ké, olyan csápok vannak, amit én nagyon fájlalok. Mert az embert nem, nem lehet megbántani a, a, egy felépített életben, Felépített, ez nagy szó, nem felépített, tehát eddig Jó, de az jutottunk így csak... készpár. Na, hogy az én 88 éves édesanyám egy újságban szembesüljön valami olyannal, amire a szomszédasszonyok mondhatják, hogy ti, szóval ez borzasztó. Hogy jönnek ahhoz, hogy nem kérdezik meg az embert. Nagyon, ezt nagyon rongálónak tartom, hogy bármikor bármit lehet. Anélkül, hogy megkérdeznék az embert, mert hogyha megkérdezik, én akkor is ígértem ott az egyik újságnak, hogy utána nagyon szívesen leülök, mert mondom, nincs ügy, nem kéne ezt. És utána se az illető hívott föl, hanem megint rám küldtek egy hölgyet, aki megharagudott rám nyilván, mert én nagyon kivoltam akadva attól, hogy ő, ő erről a... Én ezt nem szeretem, ezt a bulvársajtót, szóval, hogy valaki ezt választja. És hát az nyilván neki fájdalmas volt, mert hogy, hogy ő meg ezt szereti csinálni. De, de hogyha ezt jól is lehetne, szerintem csinálni. Már úgy értem, nem, hogy ő tehetségtelen, hanem értem, hogy nem sértő, bántó módon. Mert azért mindenkibe bele lehet rúgni, és a végén kiderült, hogy semmi nem történt. Akkor se azt írták, hogy akkor jött a papír, hogy hogy nem büntény, hanem nem tudom, hogy hívják ezt. Hiányában a dolgot befejezték, mert nem volt semmi. Hmm. Hanem azt írták, hogy na, Érdekes lehetett annak az ügyész legyen a talpán, akit én nem csavartam el az ő agyát, hogy, hogy itt össze-vissza beszéltem. Tehát még csak a tény se, de nem, mert nem létezik. Hát mert az érdekes. nem olyan izgalmas. Igen. Nyilvánvalóan, pedig csak az volt, hogy nem volt esemény. És nem pedig az volt, hogy nem találtak rá, mi bizonyítékot. Igen, hanem Igen. hogy nem volt. Igen a színésznek az a dolga, hogy játszom. Hát persze, és az, az, hogy olyan partner legyen velem szembe, aki tud nekem végszót adni. Az nagyon fontos. és olyan rendező üljön le lent, aki egy karmester, aki ezt össze tudja hangolni. És azt nem lehet bárki. Azt nem lehet bárki. Komolyan. A méltósága vészel ennek a pályának. Ez régen is így. Régen, csak hogyha azt mondom, régen, mert most már én is ezt mondom sajnos, de így volt, hogy elmentem egy forgatásra, mondjuk a bizalom, vagy de, vagy de nap, nem napjainkig, bocsánat, mert hiszen ez változott meg. Jött a, a, az autó, kinyitották az ajtót, nem azért, mert az ember igényli, hogy kinyissák, beüljön, becsukják, de ez a primadonnás dolog, de így volt. Csöndbe mentünk a filmgyárig, illetve ha én szerettem volna beszélni, elég beszédes vagyok, ez kiderül. Akkor beszélgettünk. Ott megérkeztünk, csönd volt. Elmentünk az öltözőbe, átöltöztem, akkor beszélt hozzám az öltöztetőnő, hogy ha, ha, akar, ha érezte, hogy én szívesen beszélgetek, hogy hogy vagyunk, vagy mi van. Bementünk a sminkszobába, sminkszobába még csönd volt. Elkezdtek sminkelni, ott is ugyanez a törvény volt. Néha jött egy asszisztens, leguholt csöndben, megkérdezte, hogy kérek-e kávét, vagy akarom -e a szöveget, mondjuk-e, vagy nem, mert tudták, hogy ma rám feladat vár. Például rám. Nem csak rám, hanem mindenkire. Hogy valami nagyra készülünk, és ahhoz, hogy ezt mit tudom én, meg tudja egy ember lépni olyan fokon, ahhoz lehet, hogy magába kell forduljon, vagy ő koncentrálnia kell nagyon erősen. És ezt nem lehet megzavarni, csak hogyha ő neki szüksége van rá. Tehát méltósága volt egy napnak. Aztán feltűnt nekem egyszer csak forgatáson, hogy úgy kellett, hogy kiboruljak, tehát sírnom kellett valami, és ott ültem egy ágyon, és fölnéztem, és azt láttam, hogy ott szembe nagyon kedves emberek, kellékes ez az így csinált. Szóval hogy civil, civil vigasztani akar a szemével. Azt se tudtam, merre nézzek, hogy, hogy, hogy nem vette már, ő már azt nem vette, hogy azt, azt nem lehet. És aztán azt vettem észre, hogy Kállai Feré, a színész király, így hívta olyan Isten nyugosztalja, hogy már, a, akár, már bárkivel beszélget csak azért, hogy hogy, 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 ő van, nem jöttek már elé, mondjuk egy kocsit kapott. De nem, nem vették komolyan ezt a szakmának ezt a, ezt a, ezeket a fontos elemeit. És elkezdett a dolog silányulni. És hogyha elkezd silányulni, akkor csak mi vagyunk azok. Azért mondtam, amikor vicceltem, csináltam egy ilyet, amit nem szabad. Ez is az, uh -huh. mert régen a tomonekék azért mentek el a Vígszínházból, mert jött egy generáció, akik szerették egymás röhögtet, és az már neki nem volt elég méltóság. Szóval hogy nem a szakma komolyságát kirágta egy picit ott a rossra. és az nem jó. És ezt újra, és most ezt nekünk kell föntartani, meg megtanítani, meg, meg képviselni, és úgy kell viselkedni, ezért nem fér bele a vicc. Csak úgy mondom magamnak. De, és ez úgy eltűnt. És akkor így elkezdett higulnia a, a, a többieknek a hozzáállása is. Viszont vannak nagyon jó új fejek, te fiatal fejek, akik másképp teremtik meg ezt a koncentrációt, és akkor másképp is lehet, az már megint izgalmas. Uh -huh. Mert hát, hogyha az jé, azt még nem próbáltam, és az ugyanolyan erőket szabadít fel az emberből. Tehát mondjuk csak azért nem akarok el, nem tudok olyanokat mondani, Értem. csak, csak hogy tényleg mindig felmerül a másik oldala is. Hogy, hogyha Leszze. valami nem silánság felé megy, ha nem minőségi romlás felé megy, csak más utat választ, az ugyanolyan jó. Uh -huh. A bizalom a Szabó István film volt, ugye? Mert sokkal sokat dolgozott, és ő mondta azt, hogy, hogy, hogy maga megváltoztatta az ő hozzáállását a színészekhez, vagy a rendez vagy Igen, a volt egy ilyen, volt egy ilyen... Ne, nem, nem a hozzáállását, hanem hogy tulajdonképpen ő elmondta, hogy mit kell csinálni, és akkor én Néztem, és mondtam, de most akkor a, szóval a gyomorszájamba nyilal valami, vagy, vagy izzadni kezdek, vagy szóval emóció emócia... De, hogy honnan jön? Igen, hogy honnan jön, mit vált ki? Tehát tulajdonképpen csak lefordítottam egy másik nyelvre Aha. azt, amit egyébként mondjuk a rendező akar. De nagyon fontos, és akkor azt mondta, hogy bármikor szóljak. Mert hogy hogy tudja belőlem kiváltani, szabad kezet kapott, ő abszolút rám kérdezhetett felvétel előtt, kamera már ment, akár olyan kérdésekről is, hogy el tudtam pirulni, vagy valami. Tehát igen, tulajdonképpen, hogy az én érzelmeimmel nyugodtan lehet zongorázni, vagy hegedülni, vagy bármi, Tehát, hogy, ki lehet hozni. hogy ki kell hozni, ki kell tudni hozni az emberből, az is egy rendezőnek a feladata. Mondhat nagyon szépeket, ha nem tudja kihozni. Színházban is szól. Hát én nagyon, ész, hát nagyon szépen kérem, vagy követelem, vagy nem <laughs> hát Ez, a, ez mi, a kérdés. De van, akiből nem lehet. Hát van, aki erre alkalmatlan. Én mindig úgy, és vannak a rendezők, akik ilyen nagyon, emlékszem, mondták, hogy de aztán az kegyetlen, meg az aztán összetörje az ember lelkét. Hát jó, hát törje össze, nem bánom, törje össze, de, de gondolom, hogy más út is van. Hm. Én, én mindig úgy, nem is tudom, hogy Szefir nem tudom ki volt, nem, nem egy olasz opera, operát rendezett egy olasz filmrendező, és én láttam, hogy hogy, hogy, hogy szól az énekesnő. Hát életem egyik legnagyobb élménye volt. Szóval, hogyha valaki oda megy, nem kiabál, nem tesz tönkre, nem aláz meg. Ha kell, akkor persze tegye, ha nincs más. De ott állt, és fellinni volt, azt hiszem. És úgy, olyan, hogy kihúzta a lelkéből uh -huh. a hangot, mert valami csodálatos volt számomra ez a, a karmesterség, uh -huh. hogy karmester, aki szedjen ki, Grünvalszki volt ilyen, mondott valamit, olyat, sose izgultam nála, mert valamit mondott, én már nem tudom, hogy mit, és olyan világok nyíltak ki, amit én nem gondoltam, hogy én azt láthatom, vagy hogy olyan létezik, és akkor abban lehet szabadon lubickolni és úszni. És én ezt ugye elvárom egy rendezőtől. De akkor megint csak a méltóságnál vagyunk, vagy ennek az egésznek a méltóságánál. A munka méltósága ez, azon belül lehetünk lazák, és mindenek is kiszedhetjük minden, de igen. Szóval, hogy az életünk függ egy-egy alakítástól, legalábbis ezt így nem lehet kimondani. hogy hogy hangzik ez, hogy az életem függ, hát ne az életem függjön, de azért közben meg igen. Mm. Színpadra menés előtt nem véletlen, hogy az emberben mindig van egy ilyen, hogy meglépem, vagy nem. Mm a születés meg, hogy sikerül -e? hogy megszülessen az az alakítás. Együtt. És minél többen vagyunk. Fejl mondta mindig, hogy egy, csak akkor jöhet létre, jöhet létre valami nagyszerű, ha nagyszerű a darab, nagyszerű a, a, színész, és nagyszerű a rendező. Ha ebből a háromból valamelyik hiányzik, akkor már biztos, hogy nem. De a három se biztos. Mm. Ha ez a fajta méltóság, amit most a filmmel kapcsolatban fölsorolt ez, ez, ez egy picit, nem is tudom, alábbhagyott, és eszembe jutott például. Vagy más útra tért, mondom, más az út. nem baj, Igen? hogyha az egy jó út, vagy hogyha Igen. ugyanezt fedi. Igen, például, a, nem például, hanem mondjuk fiatal, színész, fiatal színészeknek, akkor mit mond? Mondjuk teszem azt, a, hogy, hogy a lány is erre a pályára lépett. Erről vagy? sokat beszélgettünk egyébként is. Vele? Igen. Hogy ezeket hogy kezelje, vagy hogy. Nem, ő egészen más, de ő, ő, ő egy picit szerencsésebb olyan szempontból, vagy vagy nem tudom, csak más, hogy ezt már mindig szoktam is mondani, hogy ők eleve intelligensebbnek születtek. Már úgy, úgy értve, hogy hogy. Talán a, a fiam jobban hasonlít talán hozzám, ő, ő jobban el tud menni így érzelmileg. Most a lányom is el tud menni, de ő sokkal tudatosabb. És ezt én nekem, ez nekem iszonyú módon tetszik, hogy összeszedettebb, nem tudják kibillenteni olyan könnyen, borzasztóan jól veszi a köröket. Ezt most komolyan mondom, bárhova megy, és saját magát felvállalva, mert én mentem, jöttem, ilyen voltam, olyan voltam, amikor, hogy megszerettek, vagy valami, de őt is ugyanúgy megszállt, de én nem direkt csináltam, én ilyen voltam, és ő benne is megvan ez, ösztönösen, hogy ő ilyen, de közben van egy tudatossága. Hm. Tehát de ezt nem tudom jól elmondani. Hát elmondta. Cs ja, igen, hát az érthető, akkor akkor jól van, hogy báróvá megyek, mondják, hogy mennyire, mennyire szeretik. És akkor viszont, hogyha most is forgatott egy filmet, akkor úgy, úgy elmond egy-egy dolgot, hogy az hogy kéne valamit kitalálni, hogy ne egyszínű legyen, mert elég egysikó mondjuk a szerep, olyan nagyon papír ízű, uh -huh hogy hogy lehetne, és akkor arról, tudunk beszélgetni, főleg kocsiba tudunk nagyon jókat beszélgetni, mert akkor nem kell, nem így, nem kell okoskodni. kell arra koncentrálni, hogy most miről beszélünk. Igen, hanem úgy megyünk, megyünk, és akkor úgy beszélünk, vagy amikor átalakítottam ezt a kis pomázi házat, sokszor ült a hátam mögött, hogy tültünk a lépcsőn, festettek meg minden, és akkor úgy egyszer csak úgy ezekről a dolgokról, amit a Fehér Gyuri kapcsolatosan, hogy úgy, meséltem ezekről. Hát nyilván az édesapjával is, tőle is kapja hmm. más, más féle impulzusokat, de ezeket, amit én tudok, amit a legjobban tudok, és a legjobban talán el tudok mondani, azokat én, én azokat én próbálom mindig elmondani. Részben azért is, hogy nem kell azokba vermekbe csapódni, amiben nekem be kellett esni, hogy húzanak ki. Szóval, igen, mert én 20 éves koromban is azt mondtam mindig, hogy vagy egy nagyon jó rendező rendezzen, vagy fogja be a száját. Mert akkor én magam elkezdek dolgozni, és még hogyha az nem is olyan tökéletes, de akkor legalább egy irányból jön, és egy irány felé tart. De erre is rá kellett jönni, kellett egy pár év a pályán. És eljutottam oda, hogy volt olyan rendező, és azt mondtam, hogy most nagyon szépen kérem, ne szóljunk bele, ez borzasztó. De tényleg volt ilyen. És hú de, hú de jó érzés lehetett neki, nem? Tehát, hogy gyakorlatilag Csönden az volt. alapvető szakmaiságát kérdőjelezte meg. De én nem, nem mindenek, mindenki előtt, meg nem meg al alázva, Értem. vagy valami, csak mondtam, most ne, mutatok valamit, most ne. És akkor mondtam, hogy jó, mutassak. És akkor nem kellett neki se belegavajodni abba, de mi, miért, de én nem. De van, de van ilyen, mikor az ember kiborul, akár civil kiborulásban is, akkor szó, akar szólni a rendező, hogy most mi a baj, vagy css, mert akkor kihasználom. Ez, ez, ez a pálya kezdetén volt, mert éppen ki kellett borulni. Akkor most ne nyugtassanak meg, hanem akkor a, hogy igen. lépjek erre rá? Csak utána jó kidumáltuk, az már jó. <laughs> ha azt mondjuk, hogy a, egy színész gyereknek nagyon sokszor mondják ezt, hogy kicsit ipredestinálva van, van erre a pályára, de például ö, persze ez nem biztos. Nem, nem biztos, hogy én szerettem volna állatorvos lesz a lányom, mert ő nagyon de szerette nem az nem. állatokat. Igen, de nem lett, igen. Aztán egyszer csak láttam, hogy nem lesz. És De akkor... például maga nem volt ilyen értelemben erre predesztinálva? Nem, nem. Ha utóla kiderült valahol. Hát igen, mert az én édesapám tengerész volt akkor, riban, és az anyukám meg orosz tanárni volt, tehát oroszországból származik. És mikor a főiskolára beadtam a jelentkezést, mondtam reggel, hogy anya, én a színvészeti főiskolára szeretnék jelentkezni. És az anyám azt mondta, hogy jó. Akkor nem tűnt fel, hogy miért ilyen természetes ez neki. És aztán mesélt el, hogy ő is színészni akart lenni. Kaukázusba. És hogy játszott a csehov medvét, amit aztán én is játszottam. Addig nem mesélt erről. Csak amikor az érettségére készültem utána. De szép, hát akkor lehet, hogy mégiscsak titok. Hát valahol, igen, belül. Zsigeléimben onnan az ő zsigereiből, az én zsigereimbe, és az én zsigeremből a gyerekem. De hát a fiam is végül zenész, hát ő dobos. Én most voltam Kaposváron a Kész című ahol ő volt a Kappelmeister, hogy így mondjam, persze hogy most haragudna azon, hallanám, mert, mert az anya, mert anyám vagy. De hát az életemet tettem fel arra, hogy ő tényleg tudjon dobolni. És is neki süket szobát, és most egyszer csak ott vagyok egy premieren és sötét van, össze van, össze, ugye összeér a függöny, és akkor egy fény a zenekarva, és az én fiam feje. Ugye, hát ő a dobos, ő adja a takjelet. Vagyis hát a fülén a takjel is. És az első intéstől, az első dobütéstől, a titimtől, az utolsóig ezt ő, ő adja. Meg szólózik, meg játszik az És akkor hát ez, ez, annyi, ez olyan boldogság volt, levezettem oda, és visszafelé mindig ilyenkor félk, hogy nehogy el akarjak aludni, mert hát vigyorogtam, könnyen csorgott, vigyorogtam, kávét ittam, szendvicseket ettem, és teljesen boldog voltam. De nem... hogy, igen, mert vele ezt nem tudtam még így átélni. Ilyen, ilyen és ő is a színpadon volt. Fölmentek a zenekor, fölment és meghajoltak. isten, mert a lányom már az első film volt, az apám beájulna, Anya, mikor nézed? Akkor mikor nézed? És akkor néz, és ott ült mellettem, de azt is olyan jót csináltak, olyan, mert nem nem mutatta, hogy mennyire izgult vagy valami, és én meg úgy izgultam, hogy nem tudom, mi van, ha nem tetszik. Akkor mi a bánat lesz? És, és akkor, volna? Hát nem tudom. Hát hál' Istenek, hogy nem így volt. Igen. És az volt benne az őrület, hogy jöttem ki, és nem tudtam szólni. És ő meg várta, hogy most mit szólok. És én ott is valahogy hát nyilván ez a hülye érzelmességem, a könnyeimmel küzdöttem, és nem tudtam, hogy mondjam el, hogy, hogy, hogy jól van. Legyen ez a te pályád, sorsod, életed. Szóval, hogy ez hogy? H hogy, kell ezt elmondani, és akkor, mert nem mondasz semmit, mondom, hogy nem látod, hogy közben megfulldoklom itt belül, hogy annyira, és akkor lassan megérti, hogy én ilyenkor nem rögtön, egy premier után, egy, 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 egy bemutató után, én nem tudok rögtön megnyilvánulni, ráadásul olyan is vagyok, hogy prömér után szeretnék hazamenni, és két órát ezen elgondolkodni, de. és akkor ahogy feltörnek ezek a dolgok, amiket akkor áll, és hogy lassan összeáll egy kép, mert akkor van egy hatás alatt vagyok, mint a nyúl, amikor meg világítja az országúton a, a reflektor. Nem tudok hirtelen... Se jobbra, se balra. igen. Ez a büszkeség, ez, ez, mondjuk én nem tudhatom, de ez talán akkor még, még jobb vagy fenköltebb érzés, mint az, az a már említett isteni szikra, ami hozza azt, hogy, hogy ki tud állni a színpadra. Nem ez a büszkeség a gyerek, amikor a gyerekeit látja. Mint... Az se ilyen egyértelmű. Ez is nagyon nehéz. Először még mondtam is, még olyan rosszul is hangzott ez, hogy olyan nem csak féltem, hogy jó lesz, vagy nem, hanem ebben van egy féltékenység is. Ezt én kiberem mondani azért, mert megbeszéltem ezerszer. Be kell vallani, hogy az emberben van ilyen, hogy Istenem, most ez hogy lesz? Most ő megy forgatni, most ő. Most, most akkor 15 éves volt akkor. Hogy hogy itt a pálya elején, vagy. vagy Nemcsak a féltés, hogy most forgat is jó lesz-e az első filmnél, hanem egy ilyen furcsa, ez nem féltékenység, erre nincs szó. Egy ilyen, és ezt el is mondtam meg, hogy te olyan furcsa, hogy közben egy fájdalom is van benne, az elszakadás fájdalma, hogy ő most. Vagy hogy ő most ugyanarra a pályára lép, és akkor majd ez hogy lesz, és akkor majd... Nem tudom ezt elmondani. Féltékenységnek hívom talán, de ezt azóta soha, soha többet nem éreztem, csak akkor, amikor először indult el. De talán ugyanilyen, amikor először lelép, az ember öléből is megy. Szóval abban is van egy ilyen fájdalom is, meg féltés is, meg féltékenység, most már ember lett, hát most már nem kellek én, vagy szóval ez egy ez nagyon-nagyon nagy igen, ez nagy gombóc, és ezeket át kellett vele beszélnem, mert ez jó volt, hogy át tudtam beszélni, hogy hát kinek mondjam el, kivel lehet az ilyet megbeszélni. Az a legfontosabb, hogy minden belső kis titok az átadódjon, vagy hogy ne veszítsük egymást el, így felnőttnek, és nagyon nehéz, hogy nem látom minden nap. Most a fiamat látom, mert most éppen a kedvesével nálam lakik egy pár hónapja, de őtől is már egyszer szakadt, amikor albérletbe mentek. Nagyon. Ez mind-mind magány, meg fájdalom, meg, meg az élethez tartozik. Mert vissza kell oda jutnom, ahol voltam, mielőtt ők megszülettek. Uh -huh. Amikor a, még a bánság éldikó, oda ment, ahol akart, akkor barátkozott táncolni ment, és azt akkor el kellett felejteni, mert hiszen anyának kellett lenni, feleség, anya, meg háztartási alkalmazott, meg minden. És most egyszer csak elterik 30 év, a fiam most 30, és akkor, ha elmegy ő is, meg a lányom úgy elment, akkor na, most akkor itt vagy te. Na de hol, hol, pillanat. Pál, állj, nem tudom, hogy hol hagytam abba. De azért csak megleli. Hol igen, hol nem néha nagyon nehéz rálelni, hogy, hogy igen, most akkor mehetek újra. Tehát ideig is mehettem, hát mehettem úszni, mehettem tornára, mehettem, mindenhova mentem az én saját életembe. Tehát talán valami még van, amit, ami még úgy vár. Biztos, hogy van még valami a színészeten kívül, ami, amiért még az ember megszületett. Mert úgy érzem, hogy nincs vége. Tehát, hogy érzem, állandóan érzem a, a, a mozorgás, hogy de mi? De nem tudom. Nagyon remélem, hogy megtalálják. Hát én nagyon szeretném. Köszönöm.